Kedves vendégeink, tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Köszöntöm Béres Ferenc festőművész urat. Szabó Máriát, a táborfalvai Csurgai Franciska általános iskola igazgatóasszonyát. Radóci Júliát és Kis Lászlót, a Delegáció Akusztik Zenekar két tagját. Kiknek előadásában Lou Reed Perfect Day című dalát hallhatták, és kiket most meg is kérek, hogy műsorokat folytassák Eddie Vedder Society című dalával. Kérem Szabó Mária igazgatóasszonyt, hogy nyissa meg nekünk a kiállítást. Kedves megjelentek! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket ifjú Béres Ferenc önálló kiállításának megnyitóján. Bevezetésképpen mindenképpen el kell mondanom, hogy életem egyik legkönnyebbnek ígérkező, mégis egyik legnehezebb feladata előtt állok most azzal, hogy elvállaltam, hogy megnyitom a kiállítást. Nagyon örültem, és nagyon büszke vagyok rá, hogy egykori tanítványom kiállításának megnyitóján beszélhetek volt kedves tanítványomról, alkotásairól. Feri művészi válásának kezdetét nem én alapoztam, én csupán a betűvetés, olvasás tudományának megismertetésében segítettem őt, és az iskolában eltöltött első éveit vigyáztam.
Később figyeltem tehetségének kibontakozását. Mint ebből kiderült, ifjú Béres Ferenc a Táborfalvi Általános iskolában kezdte meg tanulmányait, majd 1988-tól a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium növendékeként folytatta. A rajzolás szeretetét, az állandó munkálkodási késztetését már az óvodás korában kinyilvánította. Ekkor saját meghatározásával élve Bahama korszakát élte, azaz csak pálmafákat, szigeteket volt hajlandó rajzolni, de az töménytelen mennyiségben. Gyermekkori álma volt, hogy kamiont vagy hatalmas teherautókat vezessen. Ezt az álmát rajzaiban meg is valósította, hiszen következett az általa nevesített kamionkorszak, mely nagy része középiskolás korára esett. Imádott kamionokat rajzolni, mégis hiányérzete volt, hogy ez pusztán kamion csak szerette volna, ha másoknak is nyújt vele valamiféle esztétikai élményt. Ezért szükségét érezte, hogy rajztudását fejlessze. És most már tudatosan rajztanárhoz fordult, rajzolni tanult, külön órákra járt. Feri úgy érzi, hogy köszönettel tartozik gimnáziumi rajztanárának, Sashegyi Jánosnénak, aki mindig biztatta, felismerve tehetségét. Az akkori rajzaiból időnként a gimnázium aulájában kiállítást is rendezett számára. A gimnáziumi években berajzolta magát Feri a budapesti dekoratőr iskolába, ahol 2005-ben végzett, mint dekoratőr és kirakatrendező szakember. A Grajz grafika fakultációt választotta, innen magasfokú, tökéletes rajztudása, amit jelen kiállítás képein is megcsodálhatunk. 2003-tól részese volt a Lajos Mizsei Szabadiskolának, itt bővítette ismereteit, festői tudását. A Szabadiskolában készült munkáiból Lajos Mizsén készült kiállítás. A fiatal művész rajzolás, festés szeretetét az élet szinte minden területén és helyzetében élte, élhette, hiszen talált magának egy olyan eszközt, retuspisztolyt, amivel minden felületre rajzolhatta, festhette képeit. Így kerültek rajzai kamionokra, motorokra, bármilyen síkfelületekre. Ez az eszköz azonban az aprólékos, precíz, vonalszerű festéshez nem volt alkalmas. Így Feri ecsetet vett kezébe, azóta azzal dolgozik. A kiállításon látható alkotásai is ecsettel, hagyományos olajfestékkel készültek. Kedvelt művészeti stílusa, amit ő maga is képvisel, a szürrealizmus, hiperrealizmus, kubizmus, kedveli még a pop art stílusát. Munkáira az aprólékos kidolgozottság, a magasfokú rajztudás, rajzolni tudás jellemző. Volt szerencsém a napokban egy rövidke beszélgetésre vele, amely nagyon nagy élmény volt számomra. Ebből a beszélgetésből próbáltam megtudakolni, hogy hogyan is készülnek ezek a remek művek. Nem a technikai része érdekelt, inkább az ötlet megszületése, a lélektani háttérre voltam kíváncsi. Megtudtam, hogy először a gondolat születik meg, és utána következik a megvalósítás. A gondolat csupa nagybetűvel. Mert tessék majd megnézni a képeket, minden egyes munka egy-egy külön embert, az emberséget foglalkoztató gondolatot fogalmaz meg sajátos formában. Feri elmondta, hogy úgy érzi, nem mindenki szereti a képeit, mert ezeken gondolkodni kell. Mi meg hozzá vagyunk szokva, hogy szép a tájkép, színesek a virágok, levelek, fák, megnézzük és megyünk tovább. Az ő képei előtt meg kell állni, össze kell rakni a fejünkbe valamiféle történetet, gondolatsort a megértéshez. De ez is kevés, mert a főalakok, főmotívumok mellett van sok-sok apró, fontos jelentéssel bíró valami, ami szintén jelentést hordoz. Hogy mire is gondolunk? Van egy kép itt a teremben, 3 óra 40, azaz 3 óra 40 perc a címe. Azonnal kódolhatjuk, hogy igen, korán van, ránk üvölt az óra, az éjszaka csendjét megtörve, tehát kelni kell, indul a nap.
Tovább szemlélve a képet, háttérből is kiderül, hogy az is kiderül, hogy milyen éjszakánk volt. Milyen volt az álmunk, démonok üldöztek, netán miénk a lottó főnyeremény álmunkban. Nekem ezek jutottak eszembe, önök megnézik, és a saját képzeletükre hagyatkozhatnak. De ott a gondolat, ami a legfontosabb. Az sem baj, sőt, ha nem éppen arra gondolunk, amit az alkotó gondolt, de minket is ösztönöz a felfedezésre. Feri szívesen veszi, szívesen hallgatja, ha a képet szemlélők megosztják vele, hogy nekik éppen mi jutott eszükbe, milyen gondolatokhoz, milyen megoldáshoz jutottak. A kiállított képek közül az egyik kedvencem, a terem hátsó felében található, Fiatalkorú elkövetők című kép. Mit látunk? Gyerekek, egy hatalmas Rubik kocka, bűvös kocka. Szerintem mindenki megpróbálta már összerakni az oldalak színeit, kisebb, nagyobb sikerrel. Bevallom, nekem egyetlen oldalnál több soha nem sikerült. A képen látható fiatalkorú elkövetők megoldják a kérdést. Igaz, egyéni módon. Átragasztják a színeket. Ez a tevékenység szerintem nem csak azt mutatja, hogy szeretünk sikerélményhez jutni, netán néha turpisság révén, talán türelmetlenségünkre is utal, nincs türelmünk a próbálkotáshoz, nincs türelmünk valami okos megoldás kitalálásához. Ugyanakkor humoros is a dolog, mert egy ilyen bűncselekmény, amit itt a gyerekek okoznak, nem egy egetverő esemény. De ugyanígy elindítja a fantáziánkat minden egyes kép. Bebizonyíthatóan valóban ott a gondolat, s mellette ott van a tökéletes megoldás. Tökéletes rajztudás, tökéletes ecsetkezelés, és tökéletesen megrajzolt emberi alakok. A fények, fényképszerű portrék. Ifjú Béres Ferenc önálló kiállításainak sorát a mai Hernádi kiállítással gazdagítottuk, hiszen megmutathatta már munkáit Lajos Mizsén, Budapesten, többször Táborfalván is. Kérem önöket, majd szemléljék meg a képeket, szánjanak időt a látottak befogadására. Kívánom Ferinek, hogy újra festő legyen, és sok-sok fejében kavargó gondolatát vesse vászonra, ossza meg velük. Kívánok újabb lendületet, és sok-sok szabad időt, hogy minél többet munkálkodhass. Nagyon sok szeretettel kívánok neked nagyon sok sikert további életedhez, munkádhoz, és még egyszer gratulálok az itt lévő munkáidhoz. Thank you.
Mai kiállítás megnyitónk zárásaként biztos sokan felismerték, Koncz Zsuzsa Kertész leszek című dalát hallhatták. Mielőtt azonban mindenki újra az alkotásoknak szentelné a figyelmét, engedjék meg, hogy megköszönjem Szabó Mária igazgatóasszonynak, hogy megnyitotta nekünk ma a kiállítást. Egy világcsoportot hogy is tegyem meg. Köszönöm. Fiatal művészünknek, hogy elhozta a képeit, és ezáltal egy kis örömöt és egy kis gondolat, új gondolatvilágot csempészett nekünk. Köszönöm szépen! Szintén fiatal művészeinknek, Radóci Júliának és Kis Lászlónak, hogy... Természetesen Stana Károlynak, aki, mint tudjuk, mindig szerényen megbújik, hogy általa egy fiatal, kiváló művészt ismerhetünk meg. Nem. Tehát most már nem maradt más hátra, mint hogy meginvitáljam önöket a színházteremben berendezett kis állófogadásra, és buzdítsam önöket arra, hogy ismerkedjenek az új gondolatvilággal, ezekkel a nem mindennapi témájú festményekkel. Köszönöm szépen! Ferenc, kistérségünk fiatal művésze, a vendégünk itt Hernádon, a művelődési házban. A te kiállítás megnyitód volt így. Ha tegeződjünk nekem ez a kérésem, ugyanis egyidősek vagyunk. Kihajolni veszélyes.
ezt a címet adtad a kiállításnak. Miért? Hát ez a jelenlegi élethelyzet, amiben most vagyok, egy elég nehéz tanfolyamon veszek részt, úgymond vasutas leszek, ha sikerül elvégezni, és emiatt a tanfolyam miatt szinte semmi időm nem maradt a festésre, ezért adtam ezt a címet. Köze van a vasúthoz is, köze van ahhoz is, hogy kihajolni veszélyes ebből az életformából, amit eddig csináltam a festészetből, de most talán végzek a tanfolyammal, és utána lesz időm újra festeni. Mikor érezted, kezdjük az elején, mikor érezted azt, hogy te festő leszel? Hát igazándiból én tudatosan nem készültem erre a pályára, mint ahogy itt az igazgatónő is elmondta a megnyitón, én 14-15 éves koromban elkezdtem rajzolni, akkor még csak kamionokat, jóformán csak azok érdekeltek, és akkor igazándiból nem is a maga miatt a rajzolás miatt, hanem csak a kamionok szeretete miatt csináltam, és hát ez később kialakult, mert jó időtöltésnek tűnt az egész, élveztem a rajzolást, festést, úgyhogy így maradtam, úgymond. Ez akkor azt is jelenti, hogy te nem tanultál akár mondjuk bármit, tehát mondjuk arányokat, vagy ilyesmit, te ekkora tehetséggel vagy megáldva? Nem, hát azért ez túl szép lenne. Tanultam, Lajos Mizsén működött egy időben a Koszta József szabadiskola, és én oda jártam 4 évet, ott tanultunk rajzolni, plusz Pesten a dekoratőr iskolában a rajz és grafika fakultáción tanultam, ott is a rajzos alapokat. Melyik a kedvenc technikád, melyik a kedvenc anyag, amihez legszívesebben nyúlsz? Hát ez az idő múlásával sokat változott, mert kezdetben csak grafittal rajzoltam, utána kezdtem átérni a temperára, akrilra, és most elérkeztem ide, hogy csak olajfestékkel festek, mert hát ezzel tulajdonképpen bármit meg lehet csinálni, bármilyen ötletemet meg tudom valósítani, úgyhogy valószínű, hogy ennél is fogok maradni. Ugye azt mondtuk már, igazgató asszony is mondta, meg nagyon sokan, akivel itt beszélgettem, hogy nem mindennapiak a témáid, és mondták is, hogy ugye a gondolat az, ami először megszületik. Hogy érzed, pozitívabb, negatívabb, vagy csupán reális gondolatok azok, amik téged megihletnek? Hát igazándiból reálisak, én úgy gondolom, mert én nekem, amikor valami gondolat van a fejemben, akár a világ dolgairól, vagy a saját dolgaimról, akkor én ezt általában meg szoktam festeni, és én így szoktam kifejezni a gondolataimat. Kedvenc témád van? Hát igazándiból most már elérkeztem oda, hogy nincs kedvenc témám, inkább kedvenc megvalósítási formám van. És ez micsoda? Hát ez a hiperrealizmus, szürrealizmus, olajfestékkel természetesen. Mik a terveid a jövőben? Remélem, hogy a mozdonyvezetés mellett azért maradsz a festészetnél is. Hát igazándiból most, hogy vége lesz ennek az igen hosszadalmas és nehéz tanfolyamnak, most már lesz időm festeni is. Valószínű, hogy egy szentendrei költözés fog elkövetkezni a jövő év elején, és ott munka mellett természetesen fogom folytatni a festést. Hát nagyon sok sikert kívánok ezekhez a festményekhez, és meg annyi gondolatot, amit téged elindít az alkotás útján. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, és hogy itt leszel velünk egy hétig, és hát remélem, hogy még találkozunk, és még hallunk rólad. Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és ezt a szép kiállítást megnyitott. Köszönöm.